Állj, te még nem hallottál a vadonatúj XP és XP Junior mintás termékekről? Hát pedig most jelentek meg nemrég, srácok. Igen, rengeteg vadonatúj mintás bögre, párna, pulcs és még egy csomó más termék vár téged a webshopomon. Na hát, sziasztok srácok, üdvözlök mindenkit, én XP vagyok és a mai videóban nem más fogunk csinálni, mint úgy döntöttük itt a legjobb emberekkel a világon. Mert hogy igazán egy macskám vagy és egy babával, hogy csinálunk egy hatalmas főzőverseny, srácok. Mindenkinek el kell készíteni a kedvenc kajáját, amit így nyáron szeretne megenni. És srácok, kibíreltem itt a főző stúdió, gyertek szépen. Itt látjátok, itt már kamerás emberek is állnak, mert annyira izgatottan várják, hogy mit fogunk készíteni. És nézzétek meg, milyen gyönyörű konyhát csináltunk. Wow! Na, Korbi, gyere már, ne nézzekesd az embereket. Mondjad. Persze. Majd a végén megkóstoljuk egymás kajáját, és a legjobb nyer 1 000 000 forintot. Mit szóltok? Na, választhatok ezért. Jó van, oké, választhatok egy helyet. Mindenki választ egy helyet, én mondjuk akkor zöldet. És 3-ra kezdjük, jó? Oké, készen álltok? Van, egy órán kell készíteni a legjobb kaját, oké, 3, 2, 1, vágjunk bele, jól van srácok, én mindenféleképpen szeretnék kenyeret vágni először, mert hogy ilyen, szeretnék egy ilyen, hogy hívják ezt, toast kenyeret csinálni, ugye, bár többet is, fel is vágom srácok gyorsan a kenyeret, így né, nagyon-nagyon jó, és be is rakom szerintem a sütőbe mondjuk pár szetet, tehát egy 4 szelet elégnek kellene lennie, jó, ezzel is kezdett sülni, jól van srácok, mi legyen a következő? Segítek, nem tudod lenyomni a gombot, XZ-ről, tessék, új de béna vagy, gondolom, miattam nem is nyernél. Jól van, az üdítőbe kell lenni fog jég, srácok. Ó, kész is lett a kenyér, jól van, 2 darab kész is van, akkor mehet a többi is. Jól van, srácok. Jó, így nagyon jó. Oké, kell lenni fog jég, szóval szerintem berakom a fogyasztóba a jeget, gyorsan készüljön el a jég. Gyerünk, oké, 4 darab kenyér kész van, erről van szó, belé is rakjuk a jég ebbe a is tárolóba. Mi kell még nekünk? Jó, itt van a pohár, nagyon jó. Jól, srácok, akkor kell lenni fog jég, akkor gyorsan ezt berakjuk ide, és el is indítjuk. Jól van, oké, hát ebbe is rakunk egy jeget. Gyerünk, oké, jó, az elkezdett készülni. Jó, nézzük akkor a receptes könyvet, turmix. Aj, iszi csomó, már turmixol! Oké, megvan, mit fogok csinálni. Mit turmixol, Smithy Junior? Az kekszis tej, oké, érdekes, jól van. Én is akkor gyorsan neki látok, szükségem lesz akkor mondjuk 2 darab dinnyére, gyorsan. 2 darab dinnye külön, és nem, 4 darab dinnye, hogy volt a recept, srácok, elfelejtettem. Jó, mindjárt nézzük. 4 dinnye. Á, kiütöttem, de minden vagy 1, 2, 3, 4, és 1, 2, ennyire van szükségem, ezekre nincs szükségem. Jó, már turmixoltok meg itt. Korbi, te mit turmixolsz? Répa, pite, és mi az még? Krumpli. Elég furán hangzik, semmi baj, jó, ezeket berakjuk, én is turmixolok most már. És hamarosan, jó, előveszik a poharakat közben, jó, ezekre nem lesz szükségem. Gyerünk srácok, ki fogja nyerni a főzőversenyt? Jó, van, mindjárt kész van a turmix, erről van szó, és kész is van. Nézzük meg, hogy néz ki. Wow, gyönyörű, megnézem, hogy jég elkészült, már nem készül a jég, semmi gond, oké, jól van, haladunk tovább. Srácok, 10 perc maradt, jó, berakom addig a húsit sülni, jó sok hús, tényleg elindult a sütő, erről van szó, jó van, is sül nagyban. Valakinek van fölösleges tányér, srácok, mert én szerintem elfelejtettem tányért hozni otthonról, jól van. Mi az, hogy nincsen, akkor várjatok, gyorsan szerzek, a lopok a másik oldalról. Itt sincs tányér, várja. Oké, valakinél nincs fölösleges tányér, meg kell keresnünk. Azok jó, jó, nem lopok, nem csalok. Köszönöm szépen, jól van, erről van szó. Kell még egy, adja még egyet. Kell a kenyérnek is. Nem lesz kész, nem tökéletes. Jól van, köszönöm, jól van. Oké, nézzük meg. Mert béna vagy, mert be se dugtad a konnektorba, de jól van. Nézzük meg, milyen ez az üdítő. Nem rossz srácok, finom íze van, mondjuk kicsit dinnyés lett túlságosan, de semmi baj. A jég az úgy leszek nem képes megfagyni, viszont a húsok elkészültek. Alakul ez srácok. 5 perc van hátra, már csak 5 perc van hátra. Jó, észvédső, te nyílt tüzet raktál a konyhába? De ezt nem hiszem, hogy ezt így kell, úrse jó, mindegy. Én ide rakom már a zsűri elé közül a tányérokat, hogy ezzel is haladjuk, srácok. Jól van, itt ugye már a gyönyörű szréges toast kenyér, illetve a sült hús, és egy pohár nagyon finom ilyen fruit ital, ugye bár egy gyümölcslé. Jól van, XP-zsön ráugrok a kajára, ha nem halagszol, bocsi. Jó, oké, itt még meg tudok valamit mikrózni, még mit kell amúgy? Jó, gyorsan ezt is elkezdem csinálni. Nem készül, jó, oké, akkor. Nem működik semmi, tudom! Nekem se indul el a jégkészítő, de nem baj! 3, 2, 1! A kezet is mosok, lejárt az idő, srácok! Mindenki hordja oda a szuccát, amit készített, és megkóstoljuk egymás kajáját, jó? Oké? Na nézzük meg akkor, ki mit alkotott ez alatt az idő alatt. Jól van. Na, mutasd! Okay. A kenyér nagyon finom igazából. Igen, azt én is csináltam, kopi, igen. Nézzük. Nézzük akkor, mit csináltál még? Sült könyvet,
érdekes kompozíció. A legjobb igazából, figyel. Na mutasd, mit csinálták, ez akkor itt is leszhetett pakolni amúgy. Nézd meg! Hát le tudod lakni, nézzük meg így! Ez konkrétan micsoda? Ez ilyen tök pités, krumplis, répás innivaló. Oké, nagyon furcsán és udorítóan hangzik, nézzük a következőt. Na, te vagy udorító, mi az, hogy udorító, meg is Na, mit csináltál? Hogy ott a könyv, van egy nagyon finom üdítő igazából, a könyv mellé tökéletes, és a legjobb a főfogás. Fúj, oké. Jó van, oké, akkor mi mutasd a többit, amit inkább csináltál, szerintem X és ugyanilyen, te fogod megkóstolni. Jó sültál nyilván, és... És desszertek lazac. Jól van. Oké, akkor mindenki kóstolja meg egymást, te látok, ez italkóstás, nézzük meg. Ez amúgy nem olyan rossz. Kicsit a krumplit én kivettem volna belőle, de amúgy nem olyan rossz. A krumplit azt kivettem volna. Nézzük akkor XP Juniorét. Az nagyon finom viszont. Köszönöm szépen. Add ide, én is akarom kóstolni. Hát a hús az túl ilyen tamészós, szóval az nem kell az ilyen Igen. A kenyér milyen lett? Az finom, az elmény. Jó, a te üdítőd is elment, mondjuk ez ilyen reggeli ital, azok annyira nem jött be. Nézzük a főételeket akkor hol, kormi specialitása. Ez egész jó, 10/10, még szálkát se hagytál benne, nagyon-nagyon finom lett, nézzük a lazacot. Ez nyers! Fúj, ez udorító a nyers! Ja, ez jó, ez így, az egészre adok neked mondjuk 10/7-et. Kenyér, adok 10/8-at. Nagyon jó, oké, akkor nézzük XP Juniorét. Kenyér, igen, ez olyan, mint az enyém kb. És a desszertet te kóstolod meg. Muszáj, mit a lapot kell nyugodni? Ja, kóstolod meg. Igen, finom lesz. Nem rossz? Nagyon jó a fűszerezése, a bors tökéletes, nagyon jól megsóztad. Hát ez isteni lett, XP Junior. Igen, Hát nem tudom, nekem a kenyérre az jó volt, meg az üdítő, a könyvet azt nem is akarom megkóstolni, a patkány is rázi, adok egy 10/6 mondjuk, jó, oké. Okay. Mit? Harapjak bele? Jó. Hát papír íze van, semmi extra. Fúj, jó, most értékeljetek engem akkor. Oké. Na, szállítasz neki, Karmi. Hát az innivaló az egész jó volt, bár nem igazán szeretem azt, amit beleraktál, nem tudom mi a neve. Gyümölcs? Csá. Igen, gyümölcs. Fúj, utálom a gyümölcsöt. De adok rá, nem is tudom, mondjuk egy 10/8-at. Oké. Én az üdítő az nagyon finom volt, nekem azt tetszett igazából, a többi meg elment. A kenyér ugyanaz, mint az enyém, azt már elmondtam. Hát a desszert meg elmegy. Nekem az egy 10/7. Jó, legyen 10/7, jó, srácok, hát akkor remek volt az a mai főzőcskézés, remélem, srácok, nektek is tetszett, hogy akkor csapass kell lájkot, iratkozzatok fel, és legnagyobb csak legyetek engem. Ne felejtsétek el, Solgó Tarjánban találkozunk, a fanfestet tudtok aláírás kellé dedikálni, képet készíteni, amit akartok. Ez a videó ennyi lett volna, én XP voltam. Sziasztok!